A nyári lányok már hetekkel karácsony előtt ünnepi díszbe öltöztetik a házat, és nagyon nagy jelentősége van a karácsonynak náluk. Ez az év legfontosabb ünnepe a számukra, mint ahogy nekem is. Sziasztok, jó reggelt! Sziasztok. Jó reggelt! Jó reggelt! Na hát ugye azt is tudjuk, hogy nem csak a házat díszítitek, hanem azért ugye lesz majd karácsonyi koncert is, tehát valószínű, hogy a koncertre is készültök egy időben, ugye? Igen, hát most már immáron 11. alkalommal kerül megrendezésre ugye édesapánk hagyományos ünnepi koncertje, és hát számunkra ez az időszak mindig kicsit erről is szól, hogy ugye készülünk a koncertre, és hát idén pedig már mind budapesti karácsonyi koncert lesz megtartva, úgyhogy ez még különlegesebb. De ti 11. alkalommal részt is vesztek a koncert, igen. Mindig ott voltatok? Mindig ott voltunk, és hát ez már egy hagyománnyá vált, és már hozzátartozik a karácsonyhoz is, tehát egyszerre megy a töltött káposzta főzése és az előkészületek, és persze a karácsonyi koncert próbái. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye ahhoz, hogy egy karácsonyi koncert megvalósuljon, nem értek a zenéhez, még egyelőre hozzáteszem, de valószínű, hogy fel kell rá készülnötök, nem tudom, olyan. Egy hónap előtte, vagy hónapok előtte, akkor ti már úgymond váltotok, és elkezdtek karácsonyi hangulatban gondolkodni, sokkal hamarabb, mint mondjuk egy átlagember? Ez lehet így mondani, hiszen már körülbelül szeptember óta a koncertre készülünk, és hát próbák, a műsor összerakása nagyon-nagyon sok előkészület előzi meg, hiszen nagyon látványos lesz, nagyon gyönyörű vetítések lesznek, LED falak és mindenféle látványelemek, azon kívül pedig a saját zenekarunk, ami most alakult egy szimfonikus zenekar, a Budapest Jazz Szimfonik Orkesztra fog minket kísérni, tehát ez is egy újdonság, ugye velük is sok próbánk volt, voltak már bejátszó koncertjeink is nagy sikerrel, és hát nagyon-nagyon izgalmas ez az idei koncert, hiszen tényleg ez most egy különleges alkalom, hogy saját zenekarral, és hát mindig valami újdonsággal is készülünk, ugye saját dalunkat adjuk elő nagyon gyönyörű hangszerelésben a zenekarral, illetve édesapánkkal egy-egy megható duettet. Lányok, ennyi próba mellett hogy jut azért idő a karácsonyi készülésre? Nagyon nehéz összeedni. Hát nehéz, de azért tényleg ez a legszebb időszak ugye az évben, tehát ilyenkor tényleg az ember szeretne kicsit magába 24-e az együtt a család. Igen, az az mindig szent, és az sérthetetlen, az tényleg csak a szűk család, és akkor együtt vagyunk, és... Engedjetek egy kis betekintést, mert hogy azt gondolom, hogy akiknek van valamilyen karrierjük, szakmájuk, és úgymond ti igazából szeretetet adtok, vagy úgymond az előadásmód pont az, hogy az ott ülő emberek kapjanak valami pluszt. Mennyire tudtok ilyenkor úgymond a saját magatok boldogságára összpontosítani? Mert ugye van egy 24-e, ami biztos, hogy, hát hogy nagyon-nagyon szűk és nagyon családi, de mégis valószínűleg ott is valószínűleg az a téma, hogy hát készültök a 26-ig. Hogy ez, de hát ugye mindig ez szerintem a legjobb ajándék. Az, hogyha igen. Az ember valamit adhat, tehát hát én megfigyeltem azt, hogy mindig, amikor ad az ember, azáltal ugye kap, és hát idén különösen. Ez különösképpen így van, hiszen a legújabb karácsonyi dalunk ugye a legszebb ajándék. Amit reméltem, nálunk el fogtok most igen, énekelni, most ugye? Fogjuk. És amiről azért azt is kell tudnunk, hogy nem csak éneklitek, hanem ti is írtátok ezt. Igen, ez a dallam és előkészületek során készült, tehát a dallamot és a szöveget is mi írtuk az első dallam, és az első ilyen karácsonyi dal, amit így mi írtuk de és nehéz, a sajátunk. Nehéz volt ez? Hát egy abszolút tényleg ilyen szívből volt, és úgy gondoltuk, hogy ez legyen most a mi ajándékunk mindenki számára. Édesapátok számára más a karácsonyi koncert, mint mondjuk az év összes többi napján, hogyha koncertezik? Árultam egy titkot, ami hogyha most nincs itt róla, hogy izgul, jobban készül. Hát nagyon-nagyon készül, ezt elmondhatom, és tényleg megvannak a praktikáim, most picit elárulom, hogy teát iszik, egész nap gyakorol, és teljesen ebben az egészben úgy benne van, hogy már nagyon nehéz hozzászólni, hiszen már csak karácsonyi dalokat hallunk tőle, és már mondjuk neki, most egy picit ne. és mindig, tehát megyünk együtt fellépni, és a buszban is a szövegeket, és csak karácsonyi dal, és amikor mondjuk már éjszaka jövünk haza a fellépésről, és akkor még mindig a White Christmas-t énekli, akkor kicsit mondjuk, hogy oké, meg lesz, az jó lesz, nyugodj meg. Tehát ez így megy nálunk. Van valamilyen speciális karácsonyi étel nálatok a családban, amit mondjuk minden évben elkészítetek? Hát apa szokta elkészíteni. Igen, arra tudjuk, hogy jól főz, már itt is főzött nálunk. Igen, ilyen egzotikus ételt, mangószószban rákott, és akkor ez mindig igen, így az előétel.
nálunk, de ugye a pulyka és a káposzta, azt édesanyám nekünk is valami ajándékot. Hát sajnos nem nekünk, hanem ugye a Femáram Café nézőinek felajánlottátok a CD-t, nagyon szépen köszönjük. Viszont ezt a fal, ezt akkor rakni. Igen, ezt ki fogjuk sorsolni, és hát most akkor is mondjuk gyorsan, hogy a Femáram Café nézői először hallhatják akkor a Nyári Lányok új dalát, ugye? A legszebb ajándék, és Nyári Edith és Nyári Alíz, ti voltatok a szövegírói is ennek. És akkor titeket elengedünk énekel, és nagyon köszönjük szépen köszönjük, hogy megtiszteltek. Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Köszönjük!